Üdvözlök mindenkit, sziasztok egy újabb GTA 5-ös videóban, és hát most megpróbálok kissé családbarát lenni, ezért kezdünk egy ilyen gyönyörű képpel, illetve utána hamarosan veszünk egy hangárt. Igen, megígértem már többször, itt az ideje, hogy tegyek is érte, mint látjátok, ugyanannyira állok, mint eddig, nem olyan hűde nagy, ezért nem is veszek olyan hűde nagy, hát hangárkát. Így. De azért jó lenne tudni, hogy nem lehetne oda zoomolni? Tehát oda szeretnék, ahol... Nem hagy oda zoomolni? Na végre. De engedd már. Na. Tehát ez itt középtájon. Hát szerintem ez nem is lenne olyan rossz. Ez minimálisan drágább, de ez rögtön ugye a bejárattal szembe van. Itt szokott állni a titán, azt hiszem. Mindegy, nekem jó is lesz ez szerintem, ez a kis olcsó, olcsó, hát... Aha! Ez határozza meg a padló színét is. Hát, nem tudom. Legyünk nőiesek. Oké... Fények! Költsünk rá egy kicsit többet, igen. Mi legyen a padlón? Mi ez, valami kosárlabdás cucc? Na mindegy. Csillagocskák, meg ilyen céltábla, meg így. Őszintén? Egyik se tetszik. Semmi értelme egyiknek se. Maradjon az alap. Őszintén szólva mindegy. Na, office. Igazából... Én ezt úgy veszem meg, hogy nem kell az office, csak is kizárólag nekem a garázs kell. Garázs? Hangár. Oda fogom venni a cuccaimat. Nem kell hozzá szerintem semmi. Living. Nem kívánok ott lakni se. Workshop. Ez viszont szerintem kelleni fog. Aha, jön aircraft. Mindenképpen kelleni fog, hogyha akarok ugye... különleges kinézetű járműveket, tehát nem csak benne tárolni, hanem ugye festeni, átalakítani, stb. És igen, ez egy kicsi átverésnek érzem, mert csak 1 millió 2 volt kint, most már 2 millió 6-ot költök. Jó, mondjuk azért van az én kis dolgaim között is. Na jó, jó, vegyük meg. Egyefene. Set to waypoint. És vissza. Még jobban nem lehetne kilépni, köszi. Elméletileg most enyém az új hangár. Már Ron hívott is, fogalmam sincs, mit akar, de megjelent ugye a kis ikonom. Valószínűleg azt akarta. És furcsa volt, éppen itt parkolok. Megmondom, miért itt parkolok. Azért, mert ugye múltkor voltunk egy szerveren, ahol valószínűleg rohadt sok embernek volt ugye jaktja, és igen, ilyenkor arrébb pakolja az enyémet, mert ugye később érkeztem. És ja. Mindenki mondta, hogy vegyem meg ezt a hangárt ugye a zánkódói részen. Én igazából értem, hogy tényleg jó, hogy nem támadnak meg egyebek, de bevallom nektek őszintén mindegy, hogy most támadnak-e vagy nem, mert alapból nem is szoktam arra menni. Tehát nem könnyíti meg a helyzetemet semmilyen módon. Nem megyünk be, hanem csak gyalog, ugye. Na, csüdvözletem. Amúgy azért is döntöttem ezen olcsók közül az egyikre, ugye a legolcsóbbra, mert eleve itt vannak ugye a kokó, meg a többi bizniszem. Ezt ti takarítjátok föl! Akkor is te fogod föltakarítani, Ron. Addig verem a fejedet a padlóba, törlöm az orroddal a vért, amíg el nem takarítod. Istenem. Na most kéne alárugni. Megfejelni a monitort. Egy valamit nem értek. Miért Ron intézi ezt az egészet? Miért pont a Lovebridge és Trevornak a jó, két bal keze, inkább így mondom, intézi ezt az egészet számunkra?
És meg gondolja azt a Rockstar, hogy ez így menő. He's too important for Ron now. Like, he's a guru. He's a lifestyle coach. I don't know what he is. Jó, még itt pampog nekünk a drága látos Ronunk. Addig elmondom, hogy igen, ez a GTA update jó is volt, meg rossz is. Ugye nagyon jó, hogy most már customizálni lehet a különböző repülőgépeinket, lehet újra pénzt keresni, mert ugye ez is egy pénzszerzési dolog. Ugyanúgy, mint ugye a Coco, a Matt, a raktározás ugye egybe. Meg ugye a CEO-s láda dolgok is. Igazából én egyáltalán nem fogok semmilyen módon ezzel pénzt keresni, ugyanis nem akarom ezt indítani, ezt a bizniszt, hanem én maradok ugye a raktározásnál és a CEO-nál. Ez csak a kinézeti dolgok, meg ugye a repcsik miatt kell. Igazából ez megint a gazdagoknak lett a DLC-je. Én nem vagyok gazdag, dolgozom a pénzért, de... Azért nem rossz, nem rossz, nem rossz. Már csak azért sem, mert M interakciós menüből lehet ugye a repülőket lényegében oda kérni magunkhoz, mert esetleg ott van hátul a szúnyog, azt mindenképpen meg akarom venni. És a hét kérdése, hogy miért nézzük ezt végig, fogalmam sincs. Öcsém, azt ugye vágott, hogy nem akarok office-ozni, de mondjuk mindegy. Csak egy átjátszás, úgyse érti. Elméletileg, hogyha én itt leshutdown-oltatom később ugye ezt a biznit, az attól még ugyanúgy tudom használni a workshopot, meg a többit hozzá. Remélem, ez tényleg így van. Mert nem fogok vele nagyon szórakozni. Ugye, THC-seknél simán lehet látni több olyan videót is, ahol ezeket a szaplikat csinálgatjuk. Ugye, ilyen-olyan repülős, meg kell védeni a titánt, meg ide kell repülni, kilövöldözni az embereket, oda kell repülni, le kell szállni a tetőretet. Kimondottan ilyen repülősök. Tehát aki nem akar, vagy nem szeret vezetni repülőt, az ne is gondolkozzon ezzel a DLC-vel. Jól van. Na most takarított föl. Na jó, egy kicsit segítek. Figyuron, annyira kedvellek, vagy talán kinyitom a hangárautót. Ha nem, akkor csak menj át rajta, majd megcsinálja a csávó ott a műhelyben. Hát, mégsem nyitottuk ki, mint azt látható volt. Azért hozzáteszem, még sose láttam ezt a videó részletet, de... Hosszú volt és unalmas, köszönjük! Ez... What? Repcsi ez itt. Hozzájár? Ezt a rusnyoságot kapom hozzá? Aha! Ezt a rusnyoságot kapom hozzá. Hoppá! Megvan. Bombák? Milyen bombák? Ha ne szórakozz velem! Úristen! Jó, végül is nem rossz, hogy kaptam hozzá egy repcsit, csak nem túlzottan értem, hogy ki az az állat, aki kikrómozza, mondjuk biztos volt olyan. Nem mész sehova? Jó. Majd még egy darabig válogatok másodlagos szint. Jó. Ez neked pretty? A legcsúnyabb színeket válogatom rá. Nem nyűgözöl le, öcsém. Ja, removalni. Természetesen... Hát nem tudom. Elégetje ezt. Hagyjuk el. F. Jó. Elméletileg ennyi megvettem, meg minden. Csak hogy mióta ugye megjelent ez a
DLC, úgymond. Ami természetesen mindenki számára ingyenes, miatt megint megkérdezi valaki. Mindenki számára ingyenes, elérhető, de viszont a tárgyakat meg kell venni benne, miért félreértés történne. Nekem minden vágyam, ugye ez az Elitázban található, végre megvan. Ez a kis apróság. Steel Mission-t kéne hozzá csinálni. Nem érdekel, gyerekek. Nem fogok steelezni. Gyorsan meg is rendeltem. Illetve itt van még egy gyöngyszem. Őt is szeretném, de mondjuk az egy kicsit drága nekem. Jó, ezzel még várok. Lehet, hogy később megcsinálom az erküldetéseket, de minden esetre ez a repcsi érdekel. Megérkezett már? Ron? Ron? Micsoda? Hey. Ezzel lehet repülni? Most nézem. Azt hittem csak az átjátszásban van ott. Mondta, hogy kapok egy ilyet? Na, nah, vagy nem, mert csak dekor. Á, francba. Öcsémke? Alright, boss. The aircraft are yours in the sky and mine down here. You want to increase capabilities? You need a weaponized aircraft from Warstock. Figyú, öcsém, nem akarok beleszólni, de szerintem ez a kompresszor nem fog repülni. Akármeddig nézed. Jó, rád hagyom. Az egy kicsit sajnálom, hogy nem kaptam egy ilyen szunyit hozzá. Azt hittem olcsóbb, basszus. Na, nézzünk be az irodába. Hát, ha addig megérkezik ez a jármű, nem tudom, hogy mennyi idő. Vagy hogy hogy van, mint van. Igazából ez nekem még annyira új, hogy ez hihetetlen. Ugye nálunk... join a public... Ja, tényleg. Miért mi megkérdezzétek, hogy van az, hogy egyedül vagyok? Ez azért van, mert ez egy invite only session. Na, de kiviszem a kubát. Egy valamit nem értek, miért nem lehet ugrálni? De komolyan, hogyha már ez enyém a hely, akkor miért nem csináltok azt, amit akarok? Ha át akarok lendülni azon a cuccon, meg akarok halni a hangáron belül, akkor... köszi. Akkor a kubán helyét ezt visszük el, de előbb egy kicsit cicomázzuk ki. Van egy olyan érzésem, hogy muszáj lesz a teljeset rárakni. Ez mi? Még egyszer. Ja, hogy mit tud csinálni? Ja, hogy a misszilöket meg tudja ez állítani, igen. Ez is misszil ellen van. Igazából elég gáz lenne, ha engem megtámadnának, úgyhogy egyelőre még ebben nem gondolkozok. Remélem jót teszek, mert nem nagyon láttam. Mi akar ez lenni? Az a foltos rettenetes. Egy valamit nem értek, miért csak ebből a szögből lehet látni? Én végig hátulról fogom látni, vagy fölülről is. Aha, detection of the radar. Hoppácska, ha ezt rakom rá, akkor elméletileg nem látnak, viszont lassabb leszek. Mondjuk mindegy, igazából. Fegyver. Poénból megveszem rá, de igazából nem fog kelleni. Illetve jöhet a... Hát mivel sprankos, valami olyan szín kéne, amit legalább nagyjából hasonlít, vagy teljesen elüt, ugye? Ja, hogy ezzel változtatom ezt a szint is. Mondjuk kicsit jobban örülnék tényleg, hogyha hátulról mutatna. Nem lehet. Nem, first person-t lehet kapcsolni. Nem tudom, eddig a vörös nézett ki a legjobban. Jó, legyen. Ez nem változtat ugye csak ezeken, az apró színecskéken. És nézzük a... Hát ez így rohadt jó. De akkor nem pirosat kellett volna az elsődlegesnek. Ha ezt tudtam volna.
Istenem. Ne haragudjatok, hogy ennyit válogatok, de... Nem sok járművet fogok ebből venni, és szeretném, ha jó színe lenne. És szerintem ennyi. Hú! Hát, mint egy szúnyog, esküszöm. Kicsit magasabbra szállok. Aha. Oké. Na? Hú-hú-hú! Nagyon király! Dugóhúzó? Nem? Dugóhúzó nem tud. Bár a fele tudja, próbáljuk meg újra. Ó, megy ez, megy ez. Tetszik. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Na, szabad esélyt is tudok, na. Hát, nagyon vagány. De viszont hozzáteszem, hogy nem egy gyors vonat. Tehát egy átlagos repülővel már réges-rég elértem volna idáig. Még a ködbe se veszett el az a szerencsétlen felszállóhelyem. De nem baj. Ez minden pénzt megér. Mondjuk remélem a szunyi is úgy lesz. És nézzétek meg, még nem csinálok semmit. De már ordít, hogy exportgarázs. Jó lenne, ha eladnád pár járművet. Csak megsúgom, hogy itt nem lehet. Na. Nem tudom, milyen lehet ez a repcsi teljes sebességen, de nekem így nagyon jó. Hí, stoj! Szálljunk csak föl! Amit akartam, ugye ebben a garázsban egy apró különlegesség, hát... Fogjuk rá. A lényeg, hogy a Pegazusos járműveket is bele lehet kérni, és ugye lehet cicomázni, vicomázni, meg ugye minden egyéb. Igen, mindenképpen... Jó, akkor odáig elsutyogok érte. Mert ugye ez Pegazusos, ez meg nem, úgyhogy elméletileg nem fog bezavarni, hogyha ezzel megyek. Legalábbis reménykedem. Illetve mondtak még valami olyasmit. Majd nekem kettő ejtőernyőm van. Nem tudom, hogy ez kinek jó, vagy kinek nem. De egyenesen javulás a Rockstar részéről. Hát isteni ez a jármű. Ne! De jól tudok vele kanyarodni. Elütöm! Oh, szerintem ez rosszabbul esett a repcsinek, mint... Megverjelek? Igen, és most ezzel kéne elméletileg a hangárba beállni. Tudom. Csak úgy szolidan jövök. Mekkora sebességgel menjek, hogy beengedjen? Aha! Egy pöppet lassabban. Egy pöppet.
Na nem áll, de zalagudva is gyorsabban megyek. Ó, nem. Tuti minden második embernek így néz neki. Várjunk, ennyi? Primary? Egyetlen egy színünk lehet? Hát akkor... Hát ez a lila már tetszik. De ez a kék is. Ó, jól néz ki ez a kék. Hú, ez tetszik. Gázolaj kék. Na, erre nem számítottatok, mi? Mindenki azt hitte, hogy megint pink lesz, vagy valami hasonló. Hát most nem. Surprise! Izzy más szint is tud. Ó, Salmon Pink. Jó, legyen Salmon Pink. Ez annyira ronda, hogy ez már jó fog kinézni. És akkor kimegyünk a hangárból. És megnézzük a napfénynél. Tehát kissé meredek, de szerintem sokkal menőbb. Ácsi. Stoj. Van még a tarsolyomba elméletileg repcsi. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Igazából nem is egy, hogy így elnézem. Hidra. Ezer éve nem mentem. Hidrával. Cargo Bob. Hát mondjuk őt is át lehetne. Hát nem tudom melyik legyen, de szerintem... Dodót mindenképpen. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. We trust you'll be happy, madam. Kösz. Ó, stoj. Már itt is vagyunk. Pontosítsuk, ide rakta. Nem tudom, egész jól néz ki ez a szín. És itt van az én drágaságom. Akkor ugye visszatérő lettem, megvettem, de azért hozzáteszem, nem így nézett ki. Tehát ez itt nem az enyém, vagy nem tudom, hogy most mi van, de szerintem nagyon sok mindent változtatott a Rockstar. Mondom, nem véletlenül természetesen, hogy legyen miért megvenni a így hangárt. Direkt nem szállok föl, amúgy nyomom lefelé. Remélem valami jó kinézetet lehet erre választani, vagy valami matricázást, vagy egyebet. Ah, van is matrica. Hát igen. Nem tudom, még az a legjobb, ami rajta van. Bár nem tetszik, hogy ennyire világít, basszus. Miért világítasz ennyire? Ó, ez nagyon hülyén néz így ki. De miért nem tudom más szögből is megnézni most? Na, ennyi. Don't get requests like this on military contracts. Hát, nagyon jól néz ki így. Már jobban tetszene a rózsaszín csíkkal, csak így a lila mellett azért olyannak tűnik. Ha? Nem húzod be a kerekeket, baba? Na azért. Hú! Ezt nem láttátok. Igazából... Ja, mit lehetne még ide berakni? Ej, várjatok, van valami. Elméletileg itt az M interakciós menü. Aha. Tehát amit én ide beraktam, azt lerakja. De hova? Azt szeretném kérdezni, hogy hova rakod le. És mennyit kell rá várni? Hopp!
Ok. Jó, egész közel rakta le. Azon gondolkozom, milyen repcsit lehetne még. Na, megint a saját pénzemmel játszom, hihetetlen. Hát, malardom. Az melyik is? Várjunk, kettőt vettem akkor. Akkor kettőt vettem. Éj, baba, te mióta tudsz ilyen gyorsan felszállni? Álljál le! Jaj, ne, 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 nem is megy a motor! Hát de... Ez mi volt? Nem is ment a motor. Ennyi? Kicsit szelesebb a nap, akkor már fölfogja. A szelet, aztán repül egyet? Na. Fordulj, babuci! Sebesség vissza! Visszabillentjük. Hát repül ez magától is, nagyon király. Na jó, szállj le! De hát ez hihetetlen, hogy magától is megy. De stoj! Ha ez így megy magától, akkor nem is csodálom, hogy nem látszik a radaron, basszus. Leszállsz, virágom! Nem vagy hajlandó azt csinálni, amit akarok, mi? Nem baj, nem baj. Nem vagyok oda a repcsikért, de ez nagyon király. Az a poén, hogyha én itt találok bárhol repcsit, vajon bevihetem? Ez nem arra volt a válasz. De várjunk csak, az én malárdom. Akkor hol van róla a spránkos kinézet? Mert én eleve olyat vettem. Hú, hát ez érdekes. Ezek szerint annyira átvariálta az egészet a Rockstar, hogy eltűntek a különleges kinézetek? Vagy ez nem a malárdom volt? Benézzek már az elitázba. De! Én spránkosat vettem, gyerekek! Vagy ez nem a malárd? De, malárd! Hát ez úgy szupi, mert én direkt spránkosat vettem. Ja, eltüntette róla a Rockstar. Hát ez érdekes! Nem? A csattanás elkerülése véget, ezerre nyomkodjátok az E-t, amikor indul befele. De hát ez így nem jó, basszus, hát én nem véletlenül vettem meg a spránkosat rá. Nekem azt tetszett. Hát és most külön pénzért vegyem meg rá, amikor alapból azt vettem. Ha! Nem értem én ezt. És akkor majd természetesen veszek egy szúnyit. Miért a fényképezőgépet nyitottam meg? Na mindegy, rossz reflex. Igen, itt nagyon sokan mondták, hogy nagyon jó repcsik lesznek, meg stb. Hát nem tudom, a régiek közül nem tudom, hogy megveszek-e valamit, bár ez a Duster ezt tetszik. Az a poén, hogy szerintem még a titánt is át lehet itt festeni. Majd írjátok meg nyugodtan, hogyha tudtok erről valamit. Illetve ezek se semmi járművek. Tula. Ja, ez az, ami egy helybe fel tudsz szállni. Mondjuk igen, borsos az ára, de... Mondjuk amúgy se venném meg, nem annyira ugrálok érte. De ennek ez nagyon szép az a jármű. Mondjuk nem tudom, hogy miben jobb, mint a többi. Meg nem is sokan szerintem megtudni, de mindegy. Igen, ez lett volna az én kis hangárom és hangár bemutatóm. Köszönöm, hogy megnéztétek, illetve igyekszem majd, persze, hogy még nem lehet.
Igyekszem majd valamiféle GTA videóval később is kedveskedni nektek, de mivel ezt ígértem, ezzel kezdtem. Természetesen majd publicban leshutdown-oltatom a cuccot, meg ugye még pár repcsit majd behozok. Illetve láthatjátok majd annak a kis züminek, B. Annak a kis züminek a föltuningolását, amikor végre lesz pénzem megvenni. Mondjuk lehet pár ilyen üzleti dolgot addig csinálok, maximum egy eladást, vagy nem tudom. Mindenképpen kéne, mert ugye jó lenne olcsóbban megvenni azt a kis aranyost. Bár állítólag nagyon veszélyes. Na mindegy. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velem voltatok, velem tartottatok. És hamarosan érkezik Subnautica videó is. Hamarosan érkezik Slime Ranger is. Sőt, még PvZ is, úgyhogy nem kell megkérdezni külön minden videómnál. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!